Ezzel a teljesítménnyel érdemelte ki Vlagyimir Putyin a moszkvai sajtóban a csárdás király címet. Az orosz elnöknek annyira megtetszett a debreceni hajdú együttes előadása, hogy maga is csatlakozott a táncosokhoz. A lépéseket saját elmondása szerint Gyurcsány Ferenctől igyekezett ellesni. Az Európai Unió tagjaként arra törekszünk, hogy jó minőségű, kiegyensúlyozott kapcsolatok legyenek az Unió és Oroszország között.